Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék egy újabb Sims 4 Random Genetics Challenge videóval egy kisebb kihagyás után. Úgy voltam vele, hogy most egy ilyen kis ünnepi különkiadást szeretnék nektek készíteni, úgyhogy most rénszarvasokat fogunk randomizálni. Láthatjátok, hogy már kettőtől le is töltöttem, nekem ez a kettő tetszett a legjobban, egyébként eléggé sokféle van. Szóval itt lesz Rudolf, illetve Rudolf né rénszarvas. Gyorsan meg is mutatom nektek, hogy a galériában hogyan fogjátok őket megtalálni. Ugye itt van a galéria, és nyilván a community fülben kell majd rákeresnetek. A lány rénszarvas az XXKillerGirl05XX-nek a műve. Én annyit változtattam egyébként rajta, hogy a hátsó lábait egy kicsit vékonyabbra vettem, mert szerintem borzasztóan vaskos volt, úgyhogy így azért kicsit csajosabb lett. És a másik rénszarvas, aki ugye Rudolf, mert piros a nózia is, az Kalinotronnak a műve. Ugye a legtöbb állat, amit eddig randomizáltam, azt ő készítette, és természetesen a leírásban megint meg fogjátok találni ezeket a neveket, hogyha csak ki szeretnétek másolni, és őt pedig Reindeer Rudolf néven fogjátok megtalálni, hogyha leszeretnétek tölteni. Van egyébként Kalinotronnak sima szarvasa is, hogyha esetleg nem a piros orrút szeretnétek, akkor úgyis meg fogjátok találni. És annyit tettem még hozzá, hogy van benne 2 darab custom content, ugye Rudolfnak adtam aggancsokat, illetve patákat, és a kislány csak patákat kapott. Na hát szerintem akkor kezdjük is a karácsony egyik legjellegzetesebb jelképével, Rudolf a rénszarvassal. És hát azon gondolkozom, hogy a fejforma az igen, az megint maradni fog, viszont a fülhöz most hozzá fogok nyúlni. És akkor nézzük, tudjátok, hogy megy ez? 3-szor randomizálunk, és ami a harmadik, az fog maradni. 1. Jaj, de kajla. 2. 3. Jaj, de kis lógófülű. Lógófülű Rudolf már most tiszta szomorú lett egyébként. Nem szabad szomorúnak lennie. Na nézzük a nózit. Kíváncsi vagyok, hogy így most megmarad-e az, hogy piros lesz. 1. 2. 3. Hát hasonló volt az eredeti is. Jöjjenek a szemek, egyébként baromi gülű szemei vannak ennek a rénszarvasnak. Na de nézzük, hogy mit hoz ki belőle, esetleg lesz-e fele más színű, vagy valami nagyon pici, vagy nagyon nagy. 1. 2. 3. Hát ez egy ilyen kínai kiadás lett, ilyen Rudolf Made in China. Jó, oké, fura egyébként, ott nagyon be lehet látni a szemgödrébe, eléggé ijesztő. És akkor a breedet ugye meghagyjuk, ugyanis nem akarok belőle mondjuk egy mopsot, de nézzük akkor a testalkatot. 1. Jó, dagi lettél. 2. 3. Hát akkor ilyen dagi lesz. Dagi rénszarvas. Nézzük a farkát. Ugye magának a rénszarvasnak ilyen kis rövid vágott farka van. Na nézzük, hogy mit fog viszont a játék nekünk generálni. 1. 2. Ez nem ilyen néz ki. Félig meg van festve, félig meg nincsen. És 3. Maradt pici, megkegyelmezett neki a játék. Viszont jön a Code Color Pattern. És azon gondolkoztam, hogy majd itt lehet, hogy leveszem róla a festést. Ugyanis, ugye, hogyha az egész állat be van festve, akkor hiába változtatgatom a színeket, illetve a formákat rajta, akkor egyáltalán nem fogjuk látni a változásokat. Majd mindjárt megnézzük, hogy ezt mennyire lehet majd érzékelni. 1, 2, 3. Hát ahogy látom, szinte csak itt a fülettőbe változott meg, úgyhogy most leveszem róla a festést. És akkor ezt az 5 darab színt fogjuk randomizálni. 1, 2, 3. Jó, fehér, hát ilyen tört fehér. Nézzük akkor a másodikat. 1, 2, 3. Piros lett! Harmadik. 1, 2, 3. Rózsaszín lett a fületöve. Nagyon-nagyon szép vagy, Rudi. Aztán jön a negyedik. 1, 2, 3. Igen, egyébként most ugye a nóziáról is ugye lekerült ez a piros festék. Sajnos ilyen bohócorot nem találtam kutyusoknak. És akkor jön az ötödik. 1, 2, 3. Jó, maradt fehér. Egyébként milyen kis dagi lába van. Hihetetlen. Azt hiszem, le kéne állni a Turó Rudival, Rudi. Na jó. Jön akkor a szörme. 1. 2. És 3. Forró vizet öntöttek Rudira. Olyan, mint hogyha ilyen... Hol lett a szőröd? Jó. Ilyen gyúrós lett, maradjunk ennyibe, úgyhogy most már nem merek belekötni. És akkor most jön a ruha.
Most jön a ruha, bent hagytam egyébként a karácsonyi kiegészítőket, amit a karácsonyi CC-s videómban megmutattam nektek, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Azt nézem, hogy itt még mindig nem lehet randomizálni. A nyakkörvet nem lehet, a ruhákat viszont igen. Jó, akkor jöjjön ez is a sapka. 1, 2, 3. Unikorn is lett belőle. Hát ez annyira nem szerencsés. Aztán nyakkörvnél ugye nem lehet sajnos randomizálni, úgyhogy csak rákattintok egyre véletlenszerűen, meg egy színre. Jó, itt már csak a ruhák közül fogok randomizálni. 1, 2, 3. És outfitek közül ez van, ezt a lámásat viszont nem akarom rárakni. Úgyhogy akkor ez marad. Jó, és akkor azt hiszem készen is vagyunk. Hát nagyon megváltoztál, Rudi. Borzasztóan megváltoztál. És akkor jöjjön a barátnője, hát neki sem fogunk kegyelmezni. És ugye akkor először is a fejével kezdjük, és a fülével. 1, 2, 3. Ó, hát ez egész cuki lett. Ez egészen cuki lett. Nózia. 1, 2, 3. Ez is eddig aranyos. Ilyen nagy szemük lenne a rénszarvasoknak? Nem is tudtam. Mert hogy mind a kettőnél olyan borzasztóan nagy szemeket csináltak. Vagy csak nagyon pici a fejük ez a hosszú nyakhoz képest. Na nézzük akkor a szemeket. 1, 2, 3. Most úgy néz ki, mint egy oroszlán, aki betojt valamitől. Jó, és akkor jöjjön a test. 1. Hú! Hát, Rudi, azt hiszem, kezdhetsz félni. 2, 3. Az asszony jobban ki lesz gyúrva. Van egy szívecske a popójánál? Ki rakod a Na mindegy, hagyjuk. Biztos nem tetoválás, ugye? Az csak úgy nőtt ott véletlen a ször, vagy... Nem akarok belegondolni. Jöjjön a farka. 1, 2, 3. Ú, de hosszú lett. És akkor jöjjön a szőrzet. Itt is akkor leveszem róla a festést. Ú, eredetileg ez egy husky lett volna, hogyha jól látom. De akkor randomizáljunk. 1, 2, 3. És... Itt kettő szint tudunk majd randomizálni. 1, 2, 3. Rózsaszín. És a második szín. 1, 2, 3. Ú, nagyon rózsaszín lett. Jó, így legalább csajos. Szőr. 1, 2, 3. Hát nem nagyon hasonlít. Egyébként ez a szőrzet típus lehetett alapból a sima rénszarvasnak, ugye itt Rudolfnál. Úgyhogy talán az most itt megmaradt. És akkor jöjjön a ruházat. Először a sapi. 1, 2, 3. Ilyen kis karácsonyi sapkája lett. Nyakörv ugye az teljesen random. És itt pedig legyen ez a szín. Kék lett. Hámokat akkor nem. És ruha. 1, 2, 3. Neki is ez a sárga póló lett. Hogy összeöltöznek? Igazán összeilletek? Látom, igazán összeilletek és össze is tartoztok. És akkor az outfitet nem fogom megváltoztatni, mert bocsak, ez a lámás van. Jó, és akkor nézzük meg, hogy milyenek lennének a kölykök, mert ugye ilyenkor ezt is meg szoktuk nézni. Play with Genetics. És Rudolfné és Rudolf kölyke hogy néznek ki. És 1, 2, 3. Hát ez tök cuki, ez úgy néz ki, mint egy kis labrador. Viszont így meg eltűnik a szőre, amikor felnőtt lesz. De milyen fura hangja van? Wow! Jó, meghagyjuk szerintem picinek, akkor nézzük a következő kölyköt. Újból kiválasztjuk ugye a két szülőt. Most egy kisfiú lesz, hogyha jól látom. 1, 2, 3. Ugyanolyan lett. Ez fura. Felnőttként? De felnőttként neki meg lesz szőre. És milyen cuki egyébként, hogy ilyen kis szőrös füle van. Nem is tudom, mire hasonlít, de valami állatra nagyon hasonlít. Talán a mókusra, aminek ilyen fura kis pamacsok vannak a fülén. És akkor jöjjön a harmadik kölyök. Rudolfné és Rudolf. És 1, 2, 3. Hát ő egy kicsit különbözik. Kicsit különbözik a többi kis testvérétől. Felnőttként pedig így néz neki. Talán ő az, aki legjobban hasonlít egy kutyára,
Hát szarvas már semmiféleképpen nem merek mondani, és akkor őt visszaváltoztatjuk kölyöknek. Úgyhogy hát ez lett Rudolfból, ez lett a asszonyból, és itt van ugye a három pici kölyök. Kellek írjátok meg arról a véleményeteket, hogy hogy volt jobb, hogyha meghagytam az alapfestést, amit készítettek, és ugye nem nagyon változott a szőrme színe, vagy úgy volt jobb, hogyha most így leszedtem róluk, és akkor így lehetett látni ugye egyből, hogy milyenné változott a szőrük, mert így azért elég extrém színek jöttek ki. Úgyhogy hát lényegében ennyi is lenne ez a videó, hogyha szeretnétek még hasonlót látni, akkor mindenféleképpen írjátok meg nekem kommentben, hogy milyen állatot látnátok szívesen, ugye itt négylábú állatokra kell leginkább gondolni, mert nyilván azokat lehet elkészíteni kutyákból, cicákból, és hogyha először láttatok még tőlem ilyen Random Genetics Challenge videót, akkor fönt ott az i betűre kattintva megnézhetitek a többit is, szerintem elég mókások szoktak lenni, úgyhogy bátran tudom őket ajánlani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a videó. Dogi voltam, sziasztok!